tenyeredet ráhelyezed a köldöködre. Kiskunhalas főterén szombaton kora este gyűltek össze a jógázók, hogy ennek a szabadidős tevékenységnek az árát felajánlják a kislány gyógyulására. A résztvevők a lemenő nap sugaraival megvilágítva a főtér fűves részén lazultak el a jóga gyakorlatok során. A főszervező Dági Viktória hívó szavára jöttek mindannyian, és segíteni szerettek volna. Drávuc Rita vízilabdázó kislányának, Flórának szól. Ez egy jótékonysági jógaóra, és a teljes bevételt a Wander Flóra alapítvány fogja megkapni. Sajnos Flóra egy rendellenességgel született, és sajnos a talpait nem tudja letenni a talajra, és egy műtét műtét kezelésére, egy műtétre fogunk gyűjteni, ami Magyarországon nem elérhető, csak Amerikában. És ezért jött létre ez a jótékonysági jógóra, plusz, hogy minél többen megismerjék a Wander Flóra alapítványt, minél többen tudják őt támogatni. A Halasi Városmenedzser Kft. Is segített a lebonyolításban. Jó pár héttel ezelőtt Dági Viktória főszervező telefonált nekem, hogy ő szeretne egy jógát tartani méghozzá, egy jótékonysági jógát, amit Flórának ajánlana fel, Flóra gyógyulásáért. Természetesen rögtön igent mondtunk, és amiben tudtunk, becsatlakoztunk, segítettünk a promócióban. Egy cég meg is támogatta hangtechnikával a rendezvényt, neki ezúton is nagyon szépen köszönjük. És a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. Pedig, amit tudott, megtette azért, hogy minél több emberhez eljusson a hír, hogy ma egy ilyen jótékonysági joga lesz itt a főtéren. Jobb lábadat felhúzod, kifelé forgatod a tenyeredet, és ráfogsz a belső talpéletre. Lucskai Levente is úgy gondolja, a kikapcsolódás mellett most a jótékonyság is fő szempont kell, hogy legyen. Szoktam jogázni, már a Dági Vikit már ismerem egy ideje. Most már szerintem már vagy 5.-6. alkalommal is jöttem, és teljesen azért, mert ez a rohanó hétköznap és a munka ugye az embert annyira lefárasztja, és a jóga az meg teljesen kikapcsol, relaxál, és teljesen az embert kicseréli. És most van, gondolom, egy jótékony üzenete is. A jótékony üzenete is így van. Azért is, hogy segítsünk másokon, segítsünk a beteg embereknek, hogy nekik is az életük teljes legyen. Úgy gondolom, hogy ennél az eseménynél mind a kettő nagyon fontos volt. A jóga szeretete az, ami igazából a sport öröméért idehozott minket, de a jótékonykodás is nagyon fontos számunkra. Úgy gondolom, hogy minden korosztály számára megfelelő sport lehet a jóga, ugyanis egy ülő munka után is, vagy egy aktív sportoló részére is megfelelő nyújtási lehetőséget nyújt. Nekem a nyújtás elsősorban, illetve az irodai munka mellett is nagyon jó sportolási lehetőség. A résztvevők minden izmukat megfelelően ki tudták nyújtani, erre törekedett a jótékonysági esemény ötletgazdája. A fejemben alapgyakorlatok vannak, és akkor látom, kik vannak, akkor egy frissítés, és hát igazság szerint hatha jóga elemek lesznek. Lesznek benne az a kis nyújtások, és mindent mindig csak a kellemes nyújtás erejéig tartunk ki.